Szép jó estét kívánok, folytatjuk tehát az aktuálissal. Legyen minden csabai gyereknek saját készítésű csabai kolbásza. Ezt a célt tűzte ki célul a Csabai Kolbász Klub Egyesület. És hogy minél célra törőbb legyen ez a kezdeményezés, egy iskolával is együttműködési megállapodást kötöttek. Ennek kapcsán stúdiónk mai vendége Hígely Sándor, a Kolbász Klub elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket! És mielőtt belemennénk a részletekbe, nézzük meg együtt közösen a témában készült bejátszást. A Kolbász Fesztiválon Gyura Beck csapata. Az evangélikus iskola diákjai már rutinosnak számítanak. Itt is már ez lesz a negyedik év, hogy jövök az iskolával és segítek mindenkinek, akinek tudok. A legutóbbi Csabai Kolbász Fesztiválon 210 csapat indult az ifjúsági gyúráson. A Kolbász Klub kezdeményezésével még több gyermekkel ismertetné meg a kolbász készítés hagyományait. A Békés Csabai Oktatási Intézményekkel együttműködve egyrészt előadás formájában kívánják bemutatni a csabai disznóvágás és kolbász készítés hagyományait. Az evangélikus gimnázium elsőként csatlakozott a kezdeményezéshez. Mi, mint bázisiskola, örömmel vesszük azt a lehetőséget, hogy a hagyományokat, a Békés Csabai hagyományokat tovább vigyük a diákjaink számára, és vállaltuk azt a lehetőséget és feladatot, hogy más iskola számára is megnyissuk ezt a pedagógiai lehetőséget, ugyanis nekünk már vannak pedagógiai tapasztalataink arról, hogy hogyan lehet iskolai keretek közé bevinni a kolbász hagyományát. A Csabai Kolbász Klub a mostani kezdeményezéssel azt szeretné elérni, hogy minden csabai gyereknek legyen saját maga készítette csabai kolbásza. A Csabai Kolbász Klub hosszú idő óta már törekszik arra, hogy bevonja valamilyen módon a csabai fiatalokat a kolbászkészítés ügyében. A jelen kezdeményezésünkkel szeretném még szélesebb körben elérhetővé tenni ezt az információt, ezt a lehetőséget, az óvodásoktól kezdve egészen az érettségizőkig, és szeretnénk ezt az iskola kapuin belül is megtenni. Békés Csabán az idősebb generáció körében számos olyan kézműves mester van, aki igazi csabai kolbászt tud készíteni. Tőlük tanulhat a közép- és fiatalabb korosztály, mondta Békés Csaba polgármestere. Békés Csaba a városunkon kívüli hírneve nagymértékben kapcsolódik a csabai kolbászhoz, és ez az örökség, ez a hagyomány, ez akkor fogja túlélni a generációkat, hogyha a fiatalok is megtanulják és elsajátítják azt, hogy hogyan kell finom csabai kolbászt készíteni. A program részeként az Egyesület lehetőséget biztosít a gyerekeknek kolbászkészítésre, így ők a Kolbász Klub tagjainak segítségével olyan kolbászt kóstolhatnak majd, amit saját maguk készítettek. Harmadik elemként pályázatot írnak ki, amelynek célja, hogy a fiatalok örökítsék meg a saját családi disznóvágásukat, vagy a kolbászkészítésük legemlékezetesebb pillanatait. Nos, ugye az anyagban elhangzott, hogy jelenleg ugye háromféle formában előadás, hogyha jól tudom, így jutnak be a középiskolákba, mesteremberek bevonása, illetve most egy pályázat. Hogyan fog ez megvalósulni egészen pontosan a való életben? Hogyan kell ezt elképzelnünk, hogy jut be a Kolbász Klub az iskolákba? Már beszivárogtunk, hogy ott vagyunk. A gyerekek már egy ideje egyébként a Budapest Bank támogatásával volt egy ilyen pályázat, ahol néhány osztálynak, néhány csoportnak meg tudtuk mutatni, és őket meg tudtuk tanítani arra, hogy hogyan kell csabai kolbászt készíteni. De azt láttuk, azt gondoltuk, hogy az lenne, ez is a mi célunk, és ez a vágyálmunk, hogy ha minden gyerek úgy kerül neki a középiskolából, még érettségi előtt, vagy amikor szakmát tanul, hogy már egyszer biztosan készített. Nagyon sokan készítenek egyébként Békés Csabán úgy is, hogy a családban mondjuk megtanulják a nagypapától, megtanulják az apukától, és készítenek kolbász disznót vágnak, de azért a gyerekek jó része az talán a Csabai Kolbász Fesztiválon, amikor az ifjúsági gyúróverseny van, akkor találkozik vele, vagy sohasem. Mi azt szerettük volna elérni, és most úgy látszik, hogy sikerül is, hogy minden gyerek, amikor iskolában jár, akár óvodában már kipróbálhatja ezt, de vagy általános iskolában, vagy akár a középiskolában egyszer készítse. És bejutottunk az iskolába, és ez köszönhető az evangélikus gimnáziumnak, aki abszolút partner volt ebben. Kit keresett meg? Önök keresték meg az intézményt, vagy egy korábbi együttműködés kapcsán, vagy baráti kapcsolatok révén? Szerintem egy nagyon jó együttállás volt, mert Mi folyamatosan kerestük azt a partnert, aki mondjuk nyitott lenne erre, és
és örömmel venni, hogyha a gyerekeket tanítanánk. És a gimnázium részéről ugyanígy volt egy nyitottság, egy megkeresés. Ez szerintem a Kolbász Klubnak is köszönhető, hiszen aki a legaktívabb volt ebben a projektben, neki az édesapja a Kolbász Klubnak a tagja. Úgyhogy így egymásra találtunk, és elkezdődött az együttműködés, és elkezdenek a gyerekek velünk együtt, a Kolbász Klub tagjaival megtanulni ezt a hagyományt, továbbvinni ezt a hagyományt, alkalmazni, és remélhetőleg készítenek majd otthon a barátaikkal vagy családban kolbászt. Ez azt jelenti, hogy a fiatalok kimennek a kolbászház vagy a kolbászklubhoz, vagy maga a mesteremberek mennek be, esetleg egy-egy osztályfőnöki órán előadást tartani, vagy ezt hogyan kell elképzelnünk? Ez nagyon nagy dilemma volt, hogy hogyan valósítsuk meg, de aztán rájöttünk arra, hogy ez csak akkor lesz érdekes, meg akkor lesz igazi hatékonyság a hatása ennek, hogyha valóban kolbászgyúrást csinálunk, nem pedig csak beszélünk róla. Először csináltunk egy szép színes szagos anyagot, hogy bemegyünk vele az osztályfőnöki órára, ott levetítjük, de amikor ezzel készen voltunk, akkor rájöttünk, hogy ez úgy lenne az igazi, hogyha a gyerekek kijönnének hozzánk a kolbászklubba, ott minden eszköz és lehetőség megvan arra, hogy ott elkészítsük a gyakorlatban, megmutassuk azt, hogy hogyan kell kolbászt készíteni. Úgyhogy ennél maradtunk a gyerekek, vagy osztályfőnöki óra keretében, vagy esetleg későbbiekben kimondottan beépítve a tananyagba egy ilyen óra keretében eljönnek és kolbászt készítenek a klubban. Ugye azt tudjuk, hogy a felnőttek számára miért érdekes, jó egy-egy disznóvágás, összejönnek egy közösségi élmény, pálinkát tudnak kóstolni egy fiatal gyerek, egy fiatal gyermek számára, hogyan lehet vonzóvá tenni egy ilyen eseményt, ők hogyan fogadják ezt? Hát a pálinkán kívül szerintem ugyanúgy egy nagyon fontos közösségi élmény. Én azt látom a gyerekeken, hogy ilyenkor tényleg egy egységé kovácsolódnak, mindenki egy dologért küzd, és egy dologért rakja bele az energiáját, munkáját, kolbászt készítenek. Hihetetlen egyébként azt látni, hogy a gyerekek milyen jól érzik magukat ilyenkor, és egy olyan élményt kapnak, ami ma úgy látszik, és már van egy-két év tapasztalatunk, hogy hosszú időre szóló élmény. Ez egy igazi közösségi cselekvés, és a gyerekeknek is az. Egy picit fejtsük már ki, volt az anyagban ez a pályázat, hogy tudom, mozgóképet, fotót, mit kell beküldeni, hogyan kell elkészíteni, mit lehet nyerni, milyenek a folyamata? Nem szabtuk meg pontosan, hogy mi legyen ez. Hogyha a gyerekek úgy gondolják, hogy egy fotómontázsal pályáznának, akkor lehet azzal is, ha rajzzal, akkor azzal is, hogyha videó, akkor azzal is. Úgyhogy mi csak azt mondtuk, hogy örökítse meg a saját maga módján azt az otthoni, vagy a családban történt disznóvágást, ami neki a legnagyobb élményt jelentette. Ezzel pályázzanak február végéig, és február végén majd eldönti a klub, és esetleg még a gimnáziumból a tanárok, összehívunk egy olyan géniumot, ami alkalmas lesz arra, hogy eldöntsük, hogy ki lett a legjobb pályamű, és nekik értékes ajándékokat fogunk adni. Ugye most az evangélikus iskolával van ez az együttműködés, van a tervek között, szerepel a tervek között, hogy további intézményekkel kapcsolatba lépjenek, vagy már ez folyamatban van, hogyan egy intézmény hogyan kapcsolódhat be? Minden iskolát megkeresünk, és mi azt szeretnénk elérni, hogyha ez megtörténhetne egy hasonló együttműködés. Itt Békés Csabán, vagy van azért terve, hogy egy picit tovább megyünk a megyében? Egyelőre Békés Csabán. Hogyha ezt el tudjuk érni, amit kitűztünk magunk elé, hogy Békés Csabán minden iskolás gyerek készít egyszer csabai kolbászt, akkor azt gondolom, hogy a klub teljesítette azt még attól többet is, mint amire vállalkozott. Magáról a Kolbász Klubról mit kell tudnunk, hogyha mondjuk valaki belép Kolbász Klub tag akar lenni, akkor mit kell tennie, mit kap, mit lát? Egy nagyon-nagyon aktívan működő közösséget kell elképzelni, akik mi magunk hetente egyszer csütörtökönként találkozunk. Van egy klub élet, amiben beletartozik az, hogy újra meg újra megvitatják a kolbász körüli hihetetlenül fontos témákat, főleg ilyenkor szezonban a disznóvágások, ki hogyan készíti, hogyan füstöl, milyen módon fűszerezi, milyen paprikát használ. Úgyhogy általában a kolbász körül forog minden. Persze néha érinti a témát a pálinka is, de azért a klub életnek a legfontosabb szempontja az a kolbászkészítés. Csütörtökönként találkoznak, és barátságok alakultak ki. Második évtizede
működik a klub, 20 éves már. A klub tagjai szinte olyanok, mint a testvérek. Vannak újabb és újabb klubtagok, ami a célja volt az én elnökségemnek is. Amikor elvállaltam azt, hogy a klubnak az elnöke leszek, akkor azt a célt tűztem ki magam elé, megfiatalítjuk a klubot, ami nem azzal jár, hogy szeretnénk a meglévő klubtagokat lecserélni fiatalokra, hanem nagyon szeretnénk, hogyha akár korombeliek vagy nálam fiatalabbak is elkezdenének jönni. Kitaláltuk, hogy csütörtökönként néptáncot tanítunk, van lehetőség arra, aki csatlakozik hozzá, hogy azoktól a mesterektől, kolbászkészítő mesterektől, akik ide járnak, tanuljanak, és hogyha ezzel akarnak foglalkozni, akár kis termelőként, vagy akár másképpen, akkor azt gondolom, hogy ez egy jó lehetőség a tanulásra is. És emellett, mint mondtam, egy nagyon jó közösség élet van itt. Hogyha kolbásznál maradunk, és ugye a kolbászklubnak az alaptémája a kolbász, ugye tudjuk, hogy a csabai az igazi, de van-e olyan, hogy nem tudom, tanulmányoznak esetleg kuriózum, másfajta, amint számunkra elképzelhetetlen, hogy mit tesznek a kolbászba, ilyenekről is szokott szó esni? Ez inkább, amikor külföldi látogatásainkkor találkozunk ezekkel, nagyon... Ez szintén a klub élethez tartozik, vagy igen. Mindenki ezt így magánúton, amikor jár, és akkor... Abszolút a klub élethez tartozik, rengeteg meghívásunk van külföldre. Kolbásszal kapcsolatban a határon túli kapcsolatokat azt elsősorban és a fesztivállal kapcsolatos határon túli együttműködéseket is a klub végzi. A klub az, akinek vannak olyan tagjai, akik szívesen elmennek akár egy-egy olyan rendezvényre, mint amikor kolbászfesztiválunk a határon túlra. És tudunk egyet említeni, esetleg ami a közelmúltban lesz, vagy hamarosan lesz? Hát például Érsekújvár, aki most a díszvendége volt Békés Csabának, ott egy hasonló rendezvény van, oda minden évben járunk. De van ezen kívül Erdélyben, a környező országokban mindenhol vannak hasonló kezdeményezések, ami vagy a szalámi, vagy a kolbász, vagy valami olyan töltelék áru köré épült fel, mint nálunk a kolbászfesztivál. Úgyhogy ezeket az együttműködéseket a klub tagjai tartják fenn, eljárnak, és itt nagyon érdekes dolgokkal találkozunk. Nem az a fűszerezés, nem az a recept, mint amit mi készítünk, de fantasztikus kolbászok, fantasztikus szalámik készülnek a csabain kívül is, úgyhogy van lehetőségünk ezeket megkóstolni, van lehetőségünk esetleg eldönteni azt, hogy miben jobbak ők, vagy esetleg miben mások, de a végére azért mindig az derül ki, hogy a csabai az igazi, és ez a legfinomabb. És ezt nem vízből mondom, mert tényleg akik ide járnak hozzánk a határon túli országokból, mindenki inkább tőlünk akar tanulni. Nagyon ízlik az embereknek általában ez a fajta fűszerezés és a paprikával készült kolbász. Mit azt mondom, a gyerekekre visszatérve, nekik van lehetőség, esetleg mert ugye megtanulják ezt az alapfűszerezést, az ő fantáziájuk, ízük, kényekedők szerint valamit változtatni? Ma, aki elkészíti a saját kolbászát, abban lehet változtatni, vagy teljesen ragaszkodni kell a hagyományos ízhez? Nem kell ragaszkodni, de valahogy ez úgy alakult ki, hogy mindenki ezt a fajta fűszerezést készíti. Mi amikor először rendeztük meg az ifjúsági gyúróversenyt, akkor néhány egyetemista csoport jelentkezett, akiknek az egyik nagyon bizarul nézett ki, amikor bementem kóstolni a kolbászokat, kiderült, hogy azért nem piros, mert nem használtak paprikát, és amit ott látok benne, az pedig nem hús, hanem gesztenye. Még gesztenyével készült fehér kolbász volt. Egyébként nagyon finom volt, nagyon különleges, de nem olyan, mint a mi csabai kolbászunk. Szerintem a gyerekeknél az lenne a fontos, hogy persze rakják bele a fantáziájukat, hiszen ez egy egyedi termék. Ami talán a legfontosabb a csabai kolbásszal kapcsolatban, hogy egy prémium minőség és egyedi termék, névhez kötött, egy családhoz kötött, de mégiscsak valahogy körbefogja az, ami a csabai kolbász köré kialakult mítosz. De jó volt nézni az előbb azokat a felvételeket, amiket készítettek a csabai kolbász fesztivál idején, és eszembe jutott, hogy volt egy olyan iskola, akik kínai-magyar kolbászt készítettek, úgy nem volt szerencsém megkóstolni, de hát ott is biztos egy egyedi fűszerezés volt. Hogyha egy-két évet elérre nézünk, akkor mi az, amit szeretne látni ennek az együttműködésnek a kapcsán elérni, úgymond? Hát leginkább azt, hogy a gyerekek ezt tanulják meg, tovább örökítjük ezt a hagyományt, és hogy a klub fiatalodjon egy kicsit, hogy akár a gyerekeknek a szülei kezdjenek el járni hozzánk ezáltal, hogy megismerkednek a munkánkkal, hogy mivel foglalkozunk, mert szerintem sokan nem tudják, hogy
hogy a klub nem csak csütörtökönként egy kártyaparti miatt jön össze, hanem küldetése van, és az a küldetés az, hogy ezt a hagyományt féltve őrizzük. És hogyha ezt csatlakozni akarnak, és ezen keresztül, hogy látják, hogy a gyerekeiket is megtanítjuk, vagy unokáikat, akkor azt gondolom, hogy ez lehet egy olyan vízió, vagy egy olyan cél, amit szeretnék látni, mondjuk 2 év múlva. Köszönjük szépen! Köszönöm! Kedves nézőinknek köszönöm a figyelmüket, amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!